Egy szavazás eredményeképpen Molnár Árpád, egy KFT kereskedelmi igazgatója egy autónyi adománnyal érkezett a Kátai Gábor kórházba. A cég honlapjának követőit kérdezte meg arról, hogy milyen közintézmények, illetve egészségügyi intézmények adjanak adományt. A 17 ezer fős szavazáson második helyezett lett a Kátai Gábor kórház, és így 200 ezer forint értékben kapott most támogatást. Követőinket kérdeztük meg, honlapunk követőit, hogy milyen közintézménynek, illetve milyen egészségügyi intézménynek szeretnének, hogyha a cégünk egy adományt eljuttatna, és egy 17 ezer főből álló szavazásnak a végeredménye lett az, hogy az első három helyezettet tudtuk díjazni, és a második helyezett az a Karcagi Kórház lett, aminek személyesen én nagyon örültem, és ezt az adományt próbáljuk meg most akkor átadni a igazgatónőnek, illetve a kórház stábjának. Beszéltem igazgatóasszonnyal, és mindannyian meg voltak lepődve. Nyilván nem vertük ezt nagy dobra, a saját szavazóinkat, saját követőinket, hogy inkább így fogalmazni, a saját követőinket kérdeztük meg erről, hogy kinek adjuk át, kinek segítsünk. A cégünk profiljába illeszkedő adományokat, kávét, forró csokit, teját, kekszet, mindent, ami a kávézással és a tejázással kapcsolatos. Az adományt Nagyné László Erzsébet főigazgató, dr. Kádár Sándor megbízott orvosigazgató és Bődi Szilvia ápolási igazgató vette át a dolgozók nevében. Nagyon nagy öröm volt számunkra, meg számomra, és nyilván majd a kollégáim számára is, hogy éppen a két ünnep között kaptam ezt az információt, hogy intézményünk a második helyen végzett egy olyan úgymond országos szavazásban, ahol 17 ezeren szavazhattak, hogy melyik intézményt támogatnák legszívesebben hát a lakosok, illetve az adott oldalt látogatók, és a kereskedelmi igazgató úr hívott fel ezzel a nagy örömmel, hogy a mi kisvárosi kórházunk nyerte el ezt a díjat, és így a mai napon vehetjük át, és majd adhatjuk át a dolgozók részére az ő adományukat. Ezúton is nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki szavazott, és természetesen a KFT-nek, hogy ilyen akcióban vett részt, ilyen akciót hirdetett, mert úgy gondolom, hogy az egészségügyben dolgozók és mindenki nyilván megérdemli, de ebben a igen különös helyzetben, amit a 2020 prezentált, azt hiszem, hogy külön nagyon nagy dolog, hogy elismerik az egészségügyben dolgozók munkáját, és hát annál is inkább büszke vagyok a kollégáimra, hogy a második helyen tudtunk végezni. Mindannyian azon dolgozunk, úgy gondolom, hogy minél hamarabb hazamehessenek az itt ellátott betegek. Ehhez szervezzük megfelelően a betegutakat, és hát november 9-e óta, mint Covid ellátó kijelölt intézmény, azt hiszem, hogy sok-sok családot részesítettünk olyan örömben, hogy újra otthon láthatja a szeretteit, és vele együtt töltheti a karácsonyt. És ezúton is békés ünnepet kívánok, még mindenkinek nagyon jó hétvégét, és hát átléptünk a 21-be, elmúlt az új év, bizakodóan úgy gondolom, hogy a 21 sokaknak szerencse szám, is kezeljük ezt így is, és mindenkinek nagyon boldog új esztendőt kívánok.